Sega. Srácok, sose gondoltam volna, hogy Lost Judgment-ezni fogok. Egyrészt nem azért, mert ugye Judgment-el nem játszottam, hanem mert ez a világ tőlem olyan távol áll, távolálló. De úgy voltam rá, hogy miért is ne néznénk meg, ha már itt van PC-re. A legtöbb ilyen játék esetén mindig valahogy elkap a rosszulét, a motion sickness konzolon, és hát ugye most elővettem a kontrollert, de legalább megnézzük, hogy milyen szép ez a játék, noha nem ez a lényege. Ez egy eléggé történetgazdag játék, brutál sok játékóra tehető bele. Úgyhogy végigjátszást abszolút nem ígérek nektek, de belekukkantani mindenféleképpen belekukkantunk. A napokban ünnepelte egyébként, hogy egy éves a Lost Judgment, azt hiszem 24-én, így van. És a PC-s verzió az pedig 14-én jelent meg, most, 2022-ben. Mondhatni a semmiben. Tokió Yokohama területén játszódik ez a játék. A bunyós Wallet nyomozó kalandjai dolgozza föl. Harcok is vannak benne, különféle harc stílusú harcok. Lopakodás is van, hogyha jól tudom. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Sokan nem szeretik az átvezetők hosszát. De hát valószínűleg azért, mert nem abba a kultúrába születtek, ahol ez a megszokott. Mert ne a Yakuza 0-ás végigjátszás, a sztorit élvezném? Hát ha értem, akkor valószínűleg igen, így van. Ha értem, akkor valószínűleg élvezem is. Azt írta egyébként a játék, hogy az igazi nyomozók azok kontrollerrel játszanak, úgyhogy hát elővettem. Az utolsó chapter másfél a cutscene. Nincs akkor mi van, hát ez egy történet, érted? Hát hogy egy élmény kell, szórakoztatnia kell a játéknak, és úgy is szórakoztat, hogy egy történetet mesél el, aminek te néha a részese vagy. Mint egy interaktív film. Nem? Simple, easy, normal, hard. Mehet a normál. És bekapcsoljuk az autószévet. Úgyhogy szerintem nem szabad haragudni amiatt, hogy hosszúak a kátszínek, mert ez egy ilyen játék. Ez a játék így meséli el neked a történetét. Yokohama, már ott vagyunk. We're almost on scene. There's definitely smoke, but no visible signs of fire. Looks more like signal flares. Gonna say this is probably a false alarm or a prank. Copy that. You're clear to proceed. Úgy gondolják, hogy téves riasztás vagy megviccelték. I told you this was a prank. Megviccelték őket. I don't see any fire. Who in their right mind finds this kind of thing funny? People who enjoy causing a commotion. Valamiért nekem ez rémlik. Itt egy hullát fognak látni. Spoiler. Mint hogyha én ezt láttam volna. Oh shit. Can't we just report this one in and go? Come on, man. You know we can't just leave this be. Nem hagyhatják így a tűzoltók. Így, hogy valószínűleg egy hulla van. Nem csak valószínűleg, hanem biztosan. Sok a légy. Le van fedve. Undi. Hát ez, ha valami, akkor ez undi. Oh.
Ó, biztos, hogy valakinek a streamjében láttam, de tudatosan nem akartam Judgment, meg Lost Judgment streamet nézni. But I beat those odds on a murder case. It's a hell of an achievement. Unfortunately, it came with a price. The death of an innocent woman. The shadows of truth escape the courtroom, and when they do, hashtag családbarát hulla. The reality is, the law is neither as perfect or as fair as it's supposed to be. So I've made it my job to give those without a voice a chance to be heard. Ha jól tudom, akkor olyanok is vannak ebben a játékban, hogy van a törvény, és van a karakterünk igazságérzete, és olyan döntéseket kell hozni, ami vagy a törvénynek felel meg, vagy annak, hogy mi tartunk helyesnek, és hogy nem egyszerű. What? Man, I'm bored. Sucks. How about you hit me with some trivia then? That would pass the time. I mean, come on, man. You never know how long a stakeout's gonna last. Even Keiko-chan's losing her mind. Keiko-chan. I'm sure she is. Give me a sec to come up with a zinger, okay? Okay, sure. You think up a tough question. Nem figyeltem, hogy itt most mi volt. Van egy üzenet az általásba Discordon, de nem tudom törölni, csak szólom. Hát jó, ne nekem szólj a Discord moderátoroknak. Ja, tehát ő a Masa Rau Katuko, vagy mi? Kaito-san? I don't think I'm really in the mood for trivia at the moment. Okay, fine. Nem igazán kell döntéseken? Valami ilyesmit olvastam a játékkal kapcsolatban. How'd you end up on the raw end of a scam like this? How is this spicing things up? Besides, we don't even know for sure if it was a scam yet, right? Exactly. Kaito-san here is just jumping to conclusions. It'll be fine, Keiko-san. Don't worry. At Yagami Detective Agency, we make sure our clients' hearts are at the heart of our business. That's so great to hear. I know I hired just the right people. Damn straight. Sunshine and rainbows with us. Kosuke-kun did say he always eats fast food for lunch. Yeah, but after 20 minutes, you'd think he'd be done by now. I don't know. He always makes me worry, even his eating habits. Say, Keiko-chan, how'd a sweet girl like you get roped in by some dude off the net? I wouldn't call it that at all. Would you believe me if I said we took it slow at first? I'd say his patience paid off. Maybe it's hard for you to see, but he is a caring guy. So he drags you to the shadiest dive in Kamurocho and calls it a date? Sounds like a real catch. He was just trying to impress me. He couldn't have known what would happen. Ki akarja legyőzni a csajszit? Dickhead doesn't begin to describe him. I mean, he is still in college. And besides, he said if we didn't pay, they'd call the Yakuza to collect. Ay, ay. Red Yacht at 800 grand. 400 still to go. Ha jól értettem, a kollégista, aki meghívta randizni a csajszit, és hogyha nem fizeti a számláit, akkor hívják a Yakuzát. He said I could make some easy money working one of those clubs. Yeah, I'll bet he did. Did he say anything about working with those Yakuza from the start? Guy meets girl, they go out, he racks up a tab. Next thing you know, she's on the market to pay it off. Same shit, different day in this town. Now you're just jumping to conclusions. Besides, a business taking advantage of people like that would have gotten shut down in no time, right? Afraid not. Some lines the law just can't cross until it's too late. But I do owe you some credit for turning to a man like Genda-sensei. He's been defending this city a long time now, and his team's rock solid. Yeah, and when things get too dirty for them, Genda calls in guys like us to clean it up. Good for you, I guess. Listen, Keiko-chan. Ez a Genda-sensei, mint hogyha a főnökünk lenne.
until you see that for yourself. There's not much we can do for you. Ain't that right, Tuck? Let's not jump the gun, Kaito-san. We don't have proof of anything yet. Speaking of which, there's our man of the hour. Kosuke-kun! I'm gonna need to follow him. Még az a srác, akivel randizik a Tajszi. About time we saw some action. Careful out there, Tuck. Hey, Tuck, you read me? You gonna be okay tailing this guy? Or do you need the detective basics manual? Kaito-san, please. I could tail him in my sleep. The manual says to keep your eyes open, actually. Alright, let's go. Visszafordul találkozni akar valakivel. B-girl. Tehát nyomni kell az Y-t, hogy normálisan viselkedjünk. És akkor így nem figyel ránk. Tehát ez a tutoriál, hogyha jól értem. Megtanítja nekünk az irányítást a játék. Ha valamiért felfigyelnének ránk, akkor csak nyomni kell az Y-t. Ugye, nehogy megcsalja Keikót, arról beszélt. I made contact with a new face. I'm gonna get a shot as evidence. Good call. Hát le kell fotózni, hogy legyen bizonyítékunk. Nem tűnik olyan nehéznek ez a feladat. A fotózás. Fókuszban vannak, igen. Mosolyogtak mindketten. Most akkor jó. Aha. Tehát tökéletes fotót csináltunk. Ugye ők voltak a fókuszban, kb. Csak ők voltak a képen, illetve még mosolyogtak is. Szevasz, Laca! Jó, ez jó kis game. Igen, igen, tudom, hogy sokan szeretitek. Nekem ez a világ teljesen új. De gondoltam, ha már megjelent PC-re, akkor meg igazán megnézhetnénk. It's because you barely show up to the club events, Kosuke-senpai. I probably wouldn't have seen you today either if I hadn't mistaken someone else for you. Sorry, I've just been so busy. I know, I gotta make time for the club. I know you've got a busy schedule, but it's not the same without you, Senpai. A lot of girls quit because you stopped showing up, you know? Oh, damn, that sucks. Guess I better make some effort, huh? Yeah, that'd be great. But Senpai, while we're on the subject... Yeah? I hope you won't do anything that'll get those girls' hopes up either. I don't know if you know this, but the girls had a few big fights, actually. All that anger could boil over in your direction at any time, is all I'm saying. Yeah? Wouldn't want that. Este elrengbeztél Árhadba, és jött egy csaló, és nem adtátok fel? Wow. Make sure you stop by the club, huh?
Imádsz mindent, ami keleti, főleg a japán, de a kínai is jött. Hát itt semmiféle romantikus dolog nem történt. Azt állapította meg a nyomozó úrunk. Hát ez nem hangzik túl jól, poc, hogy belefutattál egy csalóba. Ilyen. Így van, ide egy kicsit fejvünk, hogy ne legyünk annyira feltűnők. M betű szó volt a... M betű szó volt a neve. Na basszus. Német? Too close. These directions are terrible. Guess it's okay. Nagyon feltűnők lettünk, srácok. Azt hittem, hogy lemaradunk. Hey, wait a sec. That's Yagami. He's the detective who reported Aniki's affair to his old lady. Yeah, fuck that guy. Aniki got so pissed he took it out on us. Still fucking sore. Bezavarnak nyomozás közben, hihetetlen. Hát akkor most valószínűleg harcolnunk kell. Így van. Yo, Yagami! Just your luck to be passing by us today. You're a dead man, bro! Bro. Man, this neighborhood never changes, does it? Aha. Quick step. Sky Dancer. Én úgy érzem, hogy... Stance-be vagyunk. Na, senki nem akar megütni? Jó, és akkor most már csak blokkolni kell. Na, valaki? Miért támadtak rám? Azért támadtak rám, mert egy ügyben én voltam a számukra a rossz arc. Hát ugye én vagyok a nyomozó és izé. Olyat csináltam, ami nekik nem tetszett egy ügyben. És most jól el akarják látni a bajomat.
Kapta mindenki. Még a nagy is szurkolt nekem. Izovexol. Velem se sok, most próbálom ki először ezeket a gémeket. Ezeket a típusú gémeket. Hát elveszítjük. Mondjuk nem is tudom, hogy hol van. Jó fele futok? Amúgy. Elbukom szerintem a tutoriát, skaca. Próbáljuk meg még egyszer, így van. Legalább akkor látom, hogy merre ment. Felnőtt jóságok boltja. Á, megvan. Felnőtt jóságok boltja, ott vajon mi lehet? Szevasz, coolers. Van új lakhelyed. Hoppácska. Sátor? Persze. Vagy kettő? Egy hálóság? Egy hegyoldal? Kutya... Á, én nem vagyok ilyen gonosz, hogy a kutyaház. Ja. Hogy új gépházad lett. Aha. Na tehát le kell fotózni, hogy mennyit vesz fel, biztos. Így van. Raise a kamera. Kész. Tökéletes. Tehát ez tökéletes. Kaito-san, I just sent you a new shot. Take a look. Yeah, I see it. Not half bad. What the? Yo, talk. Be real with me. Kosuke's guilty as all hell, right? That's way too much money to just cruise around with. Withdrawal for any amount wouldn't prove anything. Gotta be fair here. Tehát túl sokat vesz fel egy tanulóhoz képest, túl sok pénzt vesz fel. Meg kell nézni, hogy mire költi el. Ez volt a tutoriálunk, kaptunk érte 300 jent, hogyha jól sejtem, ugye, srácok? Milyen gépházad lett amúgy, Kulers? Pretty much killing time like your average college student. Any idea where he's headed? Good question. Actually, he just ducked into a building. I'm going after him. Na majd jól megcsapkodnak. Utána megyünk egy épületben. Hey, buddy. You new here?
You can't just go waltzing in. And why not? Because I said so, that's why. Now beat it. Az ötödik emeletre ment fel. Hey, didn't I tell you to leave? Don't make me call the cops on your ass. Isn't that a little excessive? All I wanted was to look around. Well, there's Pontex. Nothing to see here, so go look somewhere else. There's definitely more to this place than meets the eye. Ez jól néz ki. Szép ventilátorok vannak elő. Hát Kosuke-kán Kun rejteget valamit. Úgyhogy ki kell deríteni, hogy mi az. Be kell osonnunk. RTA. Jó. Szóval, hogy van ilyen, ilyen izé, súgó gomb, jól értem? Suspicious. Azokat az ablakokat sose nyitották még. Jó. Hol lehetne bevenni? Hát a szellőzőben, nem? Vagy ez nem szellőző? Hey, what the? Azt mondta, hogy vatta. Hey. Aha. Ott. No way that's gonna work. Szerinted ott nem lehet bemenni? Active search. Suspicious. Tehát kell valami, ami, amiről fel lehetne ugrani. Arra a bingáról. Haj, látom. Azt ott valahogy meg kéne mászni, de hogy, nézzük csak. Az ajtó nem lesz megoldás. Suspicious. Chaz? Aha, tehát az utcáról nagyon könnyen észrevesznek, tehát akkor mondjuk ez. Hey. Így van. Hát akkor mehet. Megbásza. Parker overview. Jó. Nem tűnik bonyolultnak, úgyhogy csak nem lesz gond, srácok. Titokzatos magvak. Némi titokzatos magv. Yo, talk. Aha! Hey,
Kind of hit a wall here. What's that supposed to mean? You didn't lose the guy, did you? Look, my hands are tied right now, but everything's under control. Okay. Ott egy cica. Sőt, cicákok? Beosontunk az épületben. Szóval Kosuke Kun az 5. szintre ment, és nekünk is oda kell feljutni. Oh, hey guys, didn't mean to interrupt. Hey, who's this clown? First time I've ever seen him. De jó haja van. You see, I'm Kosuke's guest. Guess I took a wrong turn somewhere. Who the hell's Kosuke? Ah, that's the kid who keeps hanging around. You'd think he'd have wised up by now. Wait. Then he'd be on the 5th floor. So what are you doing down here? Seriously, it's like you got me lost on purpose. You mind, pointing me in the right direction? Take the stairs to the 5th floor, then head all the way back. Your friend will be in the tatami room. Tatami rumba lesz. Oh, of course. Should have known this wasn't it. Before you go, I'm gonna need to verify your membership. Kosuke give you a card? He should have? Shoot, I can't seem to find it. That's so. Well, now we got. Szóval nincs kártyánk. Sorry. I'll be more careful next time, promise. There won't be a next time, dumbass. We don't carry cards here. Meg kell őket boxolni. Are you and how'd you get in? Better start talking. Here we go. Tell me, what's Kosuke doing in the tatami room? We're not telling you shit. Hát akkor itt bizony box lesz. Tigris stílusba fogunk harcolni. Tehát X, aztán Y. Uh-huh. Aha, értem. Azt arat. Pedig esküszöm nyomom. Á, sikerült. Hát csak el kell találni. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez a tigris stílus, ez nagyon tetszik. Jesus, szóval most már csak egy fegyver kéne. Hoppá.
Hát ez a tigris stílus, ez iszonyatosan menő, srácok. You good? What's going on? I'm still in that building with Kosuke-kun. Had a little run-in with some watchdogs. And apparently, Kosuke's no stranger. Right now, he's in their tatami room. Oh, he is, huh? What do you think he's up to? Well, a betting man would say he's gambling. If it's a members-only building, goons posted on every corner. Szerencse játékozik. Ennyi pénzzel a srác. Huh, not a bad theory at all. It's like you're speaking from experience, Kaito-san. You've got questions? I've got answers. I said we have an intruder. I don't know how he got in. Say what? Lebuktunk, srácok. You there? Tell me something, Tog. Why is a college kid hanging out with a bunch of gambling lowlifes? We're seeing this kid's true colors now, if you ask me. Yeah, it's hard to argue with that. But let's give him the benefit of the doubt until we catch him red-handed. Innocent until proven guilty. Is that some lawyer creeping back into your detective work? Well, whatever. Olyan, mint hogyha világított volna a vakua a zsebében, a fal zsebében. Believe me, I don't. El kell jutni egy bizonyos pontig, anélkül, hogy lebuknék. Méghozzá a tatami roomba kell elmenni. Milyen jó kabátja van a sásznak. Azt nézzétek, ezek a csomagok Magyarországba mennek. Yo, got a minute? Yo. I heard we got an intruder in here. Let the others know for me. Yeah, okay. Szóval nem szabad, hogy elkapjanak, mi a marabb az ötödik szintre fel kell menni. Okay. Makes sense. Hát nem ez az irány. Igen, csak úgy kell oda menni, hogy a dobozokat fel ne lökjem, gondolom én. Ó! Lettek kulcsaink. És akarsz új házat? Mármint magadnak, vagy a gépednek? Ezt miért akarsz? Most milyen van? Is-is. Ja, ott van az ajtó, én még nem vettem észre, srácok. Na de ide kell a kulcs, tuti. Így van. Ezek szerint nem, lockpickelnünk kell. Jó. Got it. Wow. Nagyon szeretem egyébként a lockpickelést, és amúgy ebben a játékban is elég tetszetős. Na nézzük, milyen gépháza van Sierra Kartonnak. Milyen kis picuri a Cooler ZS-hez képest.
Mögötte van egy ajtó. A csávó útban van, és valószínűleg a tatami room van mögöttem. Na, tehát pénzt fogunk dobni, srácok. Na, és még takedown-olni is tudunk. Nem gyanús azt a pénzérmét meg kell nézni. Szokka! Timeout van, srácok. Mindjárt bemegyünk, de itt a loot. Mocskos ruha. Stealth complete. Tehát pénzt dobunk, és akkor lehet takedown-olni. Hey! Don't just stand there. Shut the door already. Ott a haver, srác. Come on, I had you! Why does this always happen? Valószínűleg nem nyert. Jobb hobbi kell a kölyöknek, azt mondják. Mi ez a csohán game, srácok, vajon? Who wants another round? Everyone place their bets? Now or never! You know you're on a losing streak, Kuske. Why not be a good little boy and go home? Páros páratlan. Ó, köszi a tín, szia. Nem éppen nyerő szériája van. Getting all that cash from anyway. Can't say too much about it, but I got me a pretty good husband. Another girl with stars in her eyes, huh? Jeez, go ahead and tell the whole room. Hey, keeping it a secret's on you. No. Szóval elveszed a csaj pénzét, a szívét. Mindennel megvan a csajszinak, hogy utálja ezt a srácot. Nyomatja a szerencse játékot. A csajt meg elküldené melózni. All right, Kaito-san, you called it. Kosuke-kun just blew all his earnings on Chohan. Told ya. So, what do you say we do? Cause I say we cut to the chase. And have us a little one-on-one. My thoughts exactly. Good. I'll bring the car around. College boys about to learn something they don't teach in class. Na most olyat fog tanulni, amit az osztályban nem tanulhat. Hey man, hold up a sec. I think you dropped something. Huh? I've got my phone on me. What'd I lose? Well, it could be any number of things, to tell you the truth. Maybe your conscience, or even your integrity? You feel like you might have left those somewhere? Huh? Huh? What's your freaking problem? Does scamming a young lady ring any bells for you? You've been working with a crooked bar to make her foot a 1.2 million yen bill. What in the hell are you even talking about, dude? Have you conned so many girls you can't even keep the scam straight anymore? You better back off me. I've got the full support of the Tojo clan on this thing. A Tojo clan támogatását élvezi a srác. You mean the Yakuza? Pissing yourself yet? Én most pont összeszartam magam. The Tojo clan thugs got disbanded ages ago. If name dropping a long dead gang was supposed to scare me, I'm not very impressed. Son of a... Let's fucking go! I wouldn't do that if I were you. That excuse for a punch told me. Szóval egy olyan klánnak a nevét mondta, akik már nem dolgoznak. No more chances. The gloves are coming off right now, bro, and you're gonna get fucked up. I hear you, kid. So, I can take the gloves off too, right? The fuck? You for real right now? Well, I pump iron at the gym once a week, my man. You're going down.
Hetente egyszer gyúra az edzőteremben. Na gyere! Itt ez a rúd, ami nem tudom mi. Nagyon tetszik a harc benne, pocó. Hey, Yoshiro-san! Over here! Please, you gotta help me! Na? Kosuke, what happened? This guy giving you trouble? He just started wailing on me all of a sudden. He did? Well, what's your problem? This gentleman you're harassing is my client. Client? That a tatami room term? Kliensének hívja. A szerencsejáték függött. Who told you about the tatami room? People only get in through me. And I sure as hell don't know you. Look, I don't have time to play around right now. Too late, asshole. You just signed up for a beating! Na, EX Boost. Biztos. Szóval megvan ez az EX Boost. Hoppá. Még Kosukét is meg kell csapkodni. Tessék egy doboz! Na várjál már, azt a bringát is meg le... Na várjál, menj innen! Hova tűnt a bringa, srácok? Hát az előbb még itt volt egy bringa. Meg lehetett volna fogni. Várjál. Na! Ne már! Ne! Széttört a bringa, srácok! Hihetetlen! Ott van. Pedig én a bringával akartam őket szétcsapni. Hú, lebedek kellett volna történnie. Now you're really asking for it. Jó, persze, nem lesz gond. Profi üldöző vagyok. Értem. Micsoda minigame van amúgy itt a... dodzsolásra. Még a falon is tudok futni. Azt amúgy merre futott? Ja, ott van. Mi van? Ja, ugrani kell. Ujjjjj, 22 méter. Oda néz. A játékban konkrétan mindenre minigame van. Rohadt menő. Ott van. Valamivel meg akar dobni. Elválhatnak az útjaink. Megyünk akkor jobbra. Nem jobbra ment. Ó, nem jobbra ment, srácok. Azt hittem, hogy valami trükköt tud a karakterünk. Ne! Jó.
balandfalon futás. Legalább most már ezt is meg tudtuk nézni. Csak azért csináltam, hogy újra meg tudjuk nézni. Spider-Man elment lecsót főzni. Hát nem mondj igen. Pa-ra-pa-pa-pa. Az igen, hogy felgyorsított. Full kamu. Hogy mit csinálsz? Hogy mit csinálsz? Egyszerűen nyomtam a B-t és nem történt semmi. Azt mondja, mi lenne, hogyha easy nehézségen folytatnánk? Uh-huh. Ja. Mi lenne, hogyha nem adnál ilyen hülye tanácsokat? Balondfalon futás. Jobbra-balra, jobbra-balra. Na ilyen se volt PS5-en, mármint milyen? Megyünk. És most el kell kapni. Mert hogy kifáradt. Hát B! B! Csak mondani kellett, srácok. Ez nem néz ki jól. Azt hittem lefagyott a játék. Come on, Kosuke-kun. Are you done? Grafikus bug vagy lehetőség nálam volt valami. Igen. For being a lawyer, you sure like to say. Nem figyeltem. A lawyer? Who the fuck are you, a lawyer? Yagami-san, you're not really a detective? I'm a detective, all right. As for the badge, I still have a license to practice, so I hold on to it. Is it safe to assume then you used to work at Genda Law? Yep. Hit the nail on the head, actually. Nálam van gond. These days, milyen gond van nálam? That are better suited for detectives, like him. Now it's making a little more sense. Milyen gondok vannak grafikában? Catch all that, Kosuke-kun? Huh? Well, if you want a closer look, I'll be more than happy to accommodate you. What? Yeah. Care to go for a ride? We're gonna be buds, Kosuke. Time out! Guys, this isn't funny! These damn things off me! I swear this is all a mistake! Kosuke-kun. Yuko-chan! Yuko-chan! Don't let this asshole con you! Believe me, I didn't do anything wrong! Who the hell are these thugs? Who is Yuko-chan? Well, my name is Keiko, you jerk. Yuko-chan. Here's the deal, Kosuke-kun. Most esett le, igen. Nem is úgy hívták. But that's not even my call. And second, they'll be returning every yen she paid, plus a little extra for us having to deal with your bullshit.
You're out of your freaking mind! Do you even know who you're... I have a pretty good idea. And I don't think very highly of con artists who prey on... Azt hittem, hogy valami más bugra gondolsz, hey, hogy... That's my phone! De akkor értem. Mix. What bar? Drop the act, kid. That scam is the oldest trick in the book. You don't have any proof. Proof? Do we need to spell it out for you? We've got you by the balls, you little shit. Who even are you people? Some of Kamurocho's finest. The Yagami Detective Agency. You mean you're detectives? It's in the name. Smart guy. Everyone in town knows us. They do? You're goddamn right they do. Don't talk like you never heard of us. Give the guy a break, Kaito-san. We're still getting our name. Nem hallott még rólunk. No. Look, I get what you're after, but give it up. That money's as good as gone. The guy who runs that bar's ex-Tojo clan. I was lying when I said he's Yakuza. Yeah? Well, I used to roll with the Tojo myself. I might even know the dumb bastard. You know he's all bark and no bite, don't you? The Tojo clan got disbanded. Yeah, but he's still a criminal! Úgy néz ki, hogy még mindig van egy Tojo klános, aki... He's just a dickless ex-Yakuza. Aki még mindig Yakuza-skodik. Don't mean shit. Still, even an ex-Yakuza is dangerous, right? Are you sure you'll be safe? Yeah, got this under control. Danger is our specialty. So, a veszély a specialitásuk. You... really shouldn't. Still worried about pissing off an ex-Yakuza? I'd worry more about the one right in front of you. Or would you rather try your luck? Yo. Sup, Kosuke? Kosuke! Hey, Chief, you wouldn't happen to be back at the shop, would you? Yeah, I am. Why, you, find yourself a new chick? Huh? Oh, you just keep reeling them in, don't you? Not exactly. No? Well, hey. Shady bad old man. Got Kiko on lock. Yeah, these broads will do anything if you know how to squeeze them right. You could make a fortune milking her. So I'll, Bastard. Azt mondta neki a csávó, hogy... What happens when Keiko brings you the money? Oh, that's simple. First, we take the cash off her hand. Hogy a csajokat meg kell fejni. Mármint, hogy pénzügyileg. Right, sounds like you got it all figured out. Wait, why'd your voice change all of a sudden? Took you long enough. Nem vett észre elég gyorsan, hogy megváltozott a hangja a srácnak. I suggest you remember this voice. Azt javaslom, emlékezz erre a hangra. And this time, you'll be the one paying the price. Holy shit. You're kind of insane, man. Sorry to break this to you, Keiko-san. Kosuke-kun had you fooled. No matter what lengths you went to for him, all he ever thought of was using you. You were just an easy mark the whole time. Sagging Keiko. Don't get me wrong, Keiko-san. This did start out as business, but now I've seen the light. Oh! That's enough out of you. Hogy behúzott neki. Come on. Let's get you back to Genda's before the fireworks start. Trust me, you'll be safe there. Okay. You wouldn't want to see what we're gonna do to that place anyway. It's gonna get ugly. You mean you're going to take them on alone? That's always how it goes down around here for some reason. Let's go, Kiko-san. Genda Sensei's office is just up ahead. Na, hát itt lesz a főnének az irodája. Egy pillanat, srácok. Gyorsan meg kell nyitom a telefont. Nem emlékszem, hogy beállítottam-e menőre a grafikát. De ahogy látom,
Menőre van beállítva a grafika, jól van. This is Genda Law, where I got my start as a lawyer. The owner, Genda-sensei, it's like a father to me. Genda-sensei olyan, mint hogyha az apja lenne, és ő itt ügyvédként kezdte. Genda-sensei... Where is everyone? Oh, Sarukun and company are down at the courthouse. Those two are always putting in a hard day's work. Ryuzo Genda. It's good to see you. I believe we met the other day. It was that con artist case. How'd it go? Did Yagami get that solved for you? He goes all in on his cases, but that's about his only redeeming quality. Yeah, he's really gone above and beyond. Tetszik, ahogy az öregnek ki van dolgozva az arca. Keiko-san stay here a while? Fine by me. It was getting a little too quiet around here anyway. Tetszik ez az iroda. Elérhető egy DLC, azt mondja nekem a játék. Most már tudunk menteni is. Jól van. Speaking of which, it's rare to see the office this empty. You guys working a big case? Yeah. Big enough to keep Sarukun and Hoshino-kun out of trouble, I suppose. It's not a murder case. Nem tudom, hogy mennyi DLC van hozzá egyébként, Tati. It's an anti-nuisance ordinance violation. Huh? Oh, you mean... It's a groping case? She's a smart one. This happened 2 months back. Szevasztok, srácok. Some good Samaritans at a train station pinned down a groper who was trying to make a getaway. Wouldn't you know it, the culprit was a cop, of all things. Makes you wonder what this world's coming to. Naturally, tapis the eset. Field day with it. It was all you saw. Mennek a tapizások. Oh yeah, I remember hearing about that. It was all over the internet. Anything that stops the trains... Micsoda? Pillanatra megijedtem, Astra. Azt hittem, hogy a Modern Warfare 2 maradt bent. During rush hour makes the news. It was all they talked about, probably because he was a policeman. The judge is handing down the verdict today, and I don't expect he'll be pleased with it. Every answer he's given has been I don't recall. Like that'll do him any good. Csak a címbe? A címbe, dire. Na nem hagytam ki a Modern Warfare utolsó perceit. Tomtuk. This man grabbed me on the train. He put his hand up my skirt. No, you're wrong. You got the wrong guy. Stop struggling, asshole. Let me go. The cops can check your hands to see if you did it or not. Nem mondom őszintén, nem figyeltem, hogy most kit kellett volna elfogni. Are you filming this? Put that camera away. De ja, nyomtuk ma egy 3-4 órát az MV2-t, 26-os szintig jutottunk. Vagy nem, 25-ösig. Ehara-san, do you mind sitting up straight in court, please? A bad attitude isn't going to do you any favors. Tehát ki kell húznia magát, Saori Shiraoshaki. Ki kell húznia magát az ügyfélnek, hogy jó fénybe tűnjön fel. Your demeanor still has consequences. Ez Japán. The worse things are looking for you, the better an impression you need to make. Issei Hoshino. Leave an impression. Well, if I were the judge, I'd be happy about having an easy day on the job for once. This is no time to be cynical either. Besides, the judge hasn't... It's decided. Guilty is charged. Bűnösnek gondolja magát. This also means
It's almost time for the curtain to fall until the grand finale. What? And so, let's get this show on the road. All rise! Te kimaxoltad? Wow, Astra! Én is szívesen kimaxoltam volna. Meg legyen 30-asan a blueprint, a weapon blueprint. Well, like I said, we should have a verdict coming down today. We only really needed Saori-kun at the bench, but Hoshino-kun insisted on joining her. Truth be told, I still can't tell when he's trying to help or when he's trying to impress her. Then he'll need to pull out all the stops. Saori-kun's no slouch. Plus, she's got ice in her veins. Speaking of, how'd you end up on the hook for defending an active duty officer? Well, another firm had it on their plate first, actually. Kamuro PD, they have their go-to guys. The plan was to get a confession, earning the defendant a nice retirement package and a simple case dismissed. You mean he'd be found innocent? Bottom line, yeah. On the condition he left the force, anyway. Correct. But the plan fell apart when the cop kept insisting he didn't do it, in spite of the evidence stacked against him. So, once Kamuro PD's lawyers decided to throw in the towel, the case went straight to Saori-kun, who just happened to take the call. Huh. Makes sense. I'm sure they'll be back soon if you wanted to stick around. I would, but I gotta tie up a few loose ends. But let us know if any new requests come in. Restless as always. You ever heard of a vacation, Yagami? Yagami sose hallott vakációról. That's exactly why I turned my hobby into a job. Besides, I like staying busy. Hobbiból lett a meló. Fine. És élvezi. I never did listen to your elders. Anyway, I shouldn't keep Kaito-san waiting. Thanks again for looking after Keiko-san. Shop talk? Not gonna be any bottles of beer on the wall when we're done. Atunk. Let's get to work. That's what I'm talking about. Mindjárt millió mosok leszünk. Well, this the dump you brought Keiko-chan to? It is! So could you please just let me go? Not a chance. You get a front row seat for when your boss shows up. What are you, crazy? He'd murder me on the spot! Then he'd murder you two for dessert! Mi leszünk a desszert, hogyha meglátja a főnöke. Yes, actually. Not to mention all his boys. All the more reason to put him in his place. Pricks like that need to learn how to treat a lady. Agreed. Oh, hold on. Sugiura. És most, hogy hívnak, elkezdett rezegni a kontroller. Hey there. Ú, de jó cipelője van amúgy a srácnak. Been what? Half a year? Everything good over there? Good as it gets. Well, I've got some good news of my own I wanted to give you, man. Tsukumo-kun and I have our very own detective agency. Wait. Are you saying you started a detective agency? Meaning, now you're a detective? Yep. Got our own office and everything. It's in Yokohama. Didn't want to muscle in on your turf. Man, I don't know what to say. Oh, and by Tsukumo, you mean... The one and only. At least, the only one I know. Thought his hacking might give us an edge. Micsoda hacker láttátok? I figured he and I were on the same wavelength about stuff. Wrap this up, Tuck? Anyway, we got a pretty big case. And to be honest, we're in a little over our heads. So that got me thinking, why don't we call Szóval felhívtak minket egy melóval. Gyakorlatilag. Be kéne segíteni egy másik ilyen nyomozó ügynökségnek. Yep, I'll tell you all about it later. Oh, come on. Give me just a hint. Sorry, buddy. You all set?
Then let's roll. Tutti, ő lesz a főni. Kosuke, care to explain what the fuck's going on? It's not what you think. We're here on account of a woman named Keiko Hamada. She says she's been threatened by an illegitimate business. Oh, I see. You're the guy who had this dipshit's phone. Yagami Detective Agency, at your service. Yagami Detective? Yo, wait a sec. You the kid Matsugane-san took in? There, you see? I told you people have heard of us. Huh. As for me, the name. Ezek szerint már, tehát a srácon kívül többiek azok már így ismernek valamennyire. Oh, I've heard plenty about you. You're a real celebrity, buddy. A man's gotta have a reputation, right? Masaharu Kaito. Ugly as an ape and just as dumb. Lets an amateur thief get the drop on him and forks over the family safe? Yeah, you're a real legend. Don't talk like you were there, jackass. You want an ape? I'm about to go ape shit here. Come on, man. Don't give him what he wants. Fuckhead. Now that we're past introductions, we're here to get Keiko-san's attacking on our feet on top of that. Just business. I'm sure you understand. Hear that, boys? The detectives come to collect. You know the best part of breaking ranks with the Tojo clan? The freedom. Yeah. No more paying cuts to guys upstairs. Makes us even tougher. Tehát megémet a bogza. The cash on. The walls. Now this is damn good soundproofing. Meaning whatever goes on inside, stays inside. You'll find out just how convenient that is. You hear that, Kaito-san? He says we're free to cut loose. Oh, yeah. Best news I've heard all day. I'm gonna open up a can of... Hey, hold that thought a minute. Greetings, Yagami-shi. Did Sugiyoshi call you a second ago? He did, but look, Tsukumoto, now's really not a good time. Oh, so you really are just busy? He said you hung up on him, so I wanted to make sure. He didn't offend you, did he? I hate to think he upset you, you know? Egy harc közben felhívtak. So, we didn't mean it. On behalf of both of us, I offer my profuse apologies. Yep, no offense taken, man. But you see my point, right? Sugiyoshi and I are a team. Our actions reflect on each other. Any responsible milyen kedvesek, hogy megvárnak, amíg befejezem a hívást. It's a matter of respect. Okay, I get the picture. We'll continue this later. Okay, but when is later? Should I call you back? If you have an estimate, I can set a timer. That way I'll know when it's convenient. Right, where do we leave off? You gotta be shitting me! Yeah, pretty lame talk. That's it. You jokers are dead meat! Opa. No gyere! Hé! Várjál! Hát ez ennyi volt, hát még kivetnének, vagy 20-an. A japán udvariasság kimeríthetetlen, azt mondod, szemez.
3000 pénz ezért. Listen, I just wanted to thank the both of you for all you've done. Ja, nagyon tetszik a arcrendszer, és ez csak egy stílus volt, ez a tigris stílus volt. De még ott van az, amit az elején mutatott nekünk, ami nem tudom melyik. Meg van még azon kívül egy biztosan. Melyik van a nehézséget? De úgy nem lesznek többen. Többet kell védekezni. Most nem is védekeztem. A daru volt az elején? Ja, és még van valami, nem? A kígyó is van még. Ja, persze, biztos, hogy nehezebb lesz, de mondjuk nem is az a lényege, hogy nehéz legyen a játék. Ahogy látom, itt abszolút nem ezen van a hangsúly. Ez csak egy kis extra. Ez egy jó történet. Minigémekkel tarkítva. Oh, I don't think so at all. Plenty of people these days meet their match online. Legalábbis amit eddig láttam belőle. Apparently that's a thing now. You see, if you don't. Amúgy nekem is nagyon tetszett a társam Inge. Szóval a karcolom. Köszi, Yoko-sensei, még egyszer. Saori-san and Hoshino-kun sure are taking their sweet time. Now that you mention it. Milyen kontrollát használok? Duások 4. Ez ilyen kamó. Kamós Duások 4. De itt van a DualSense is. De ez csak PS5-ös játékoknál használom. And I've got more than you kids on both counts. You talking about Matsugane-san? Yep. The lawyer and the Yakuza. Best of both worlds. Though we came from different backgrounds, we were brothers in arms. Ja, vágom, hogy PS5-ös játszom. Make it in Kamurocho. You two ought to visit his grave. De PC-n. We will. PC-n ezt a Dualshockot használom. Well, I guess we should get going. I guess so. Nem is tudom, melyik játék. Ja, igen. A Pókember az kivétel volt, mert annál a DualSense-t használtam. Vannak DualSense extra feature-ök ennél a játéknak? Komolyan. Az a gond, hogy a DualSense extra feature-ök, azok, ha jól tudom, csak vezetékes módba érhető el PC-n, és én meg szeretek vezetékeket játszani. De amúgy igazad van, valószínűleg sokkal nagyobb lenne az élmény, hogyha használnám a DualSense-t. He's getting prison time for his first offense? Isn't it usually just probation in cases like this? Yes. Neked bejött ez a játék? Szemánsz, hoppácska. Dere, Connor, mit segít csak a DualSense Romex? Adaptív RAS van egy-egy helyen, meg a kontrollerre beépített hangszóró is néha megszól. Ja, az tök király. Innen kezdedik a fő sztori? Oké. Okay. You'd rather hear this standing up? Your Honor. In a warehouse, about 3 days ago, a body turned up in Yokohama. Oh, maybe you hadn't heard that. What? What the hell? What is he talking about? I don't know. I'll take that as a no. In that case, make sure you pass this along to the Kanagawa police. They'll want to know that the body belongs to a guy named Hiro Mikoshibae volt ez a holttest. 4 éve elvette a fiát. He deserved to die 1000 times. But he was never even accused of a crime. No. He just went on with his life. The law let him walk. An utterly broken system.
Order in the court. The defendant shall refrain. Tehát, hogy hagyták, hogy élje az életét. Your honor, we Noha elvette a fia életét a csávónak. Jelent megoldani, hogy vezetékes legyen. Mármint a DualSense Control, hogy legyen vezetékes. Bedugod a gépbe az USB kábelt, az USB-C részét, meg a kontrollerbe, és már vezetékes is. Ennyi az egész. Those two detectives? Good one, Todd. Wait, you serious? This game's absolute bullshit. It's like it's designed to eat your money. Yeah, what a fucking scam. Tetszik az arc ennek a csávónak. I'm beyond pissed. I need to unload on someone's face. Hell yeah, dude. Why don't we go give some asshole a game over? You know I'm always down. Nem azt mondták, hogy valami mini USB-s? Hát... USB-C. Ez USB-C. Ez, ami itt van rajta. USB-C kábelt beledugod, az USB-t pedig a gépbe, az működik a kontroller. És így elérhetők a PS5-ös funkciók a PC-n is. És avval a DualSense-zel... Ez a DualSense. Ez a DualShock. A DualShock meg olyan, mint ami a régi androidos telefonokhoz kellett. Ez USB... Hát... Ez azt hiszem a... Ez a micro USB. USB, és tehát ez a micro USB. Az ott a micro USB. Adnak hozzá kábelt? Hát, nem. Ha jól emlékszem, nem adtak hozzá kábelt. Micro USB volt az Xboxon és a PS4 DualShock kontrollen. USB-C-t kapott a PS5 DualSense és az Xbox Series X-es is. Aha. Jó. Csak meg kéne bunyózni őket. Nem. A DualShock kontrollerhez USB-A és micro USB csatlakozó kell. A DualShock 4-hez. Bár nem tudom, most elvesztettem, hogy melyik kontrollerről beszélgetünk. Tehát vissza kell menni a Yagami Detective Agency-hez, ami ha minden igaz, akkor ott van. CNC. A PS5-ös a DualSense, az az USB-C, és a PS4-es a DualShock 4, és az pedig a micro USB-s. Na jó, mehet egyébként. Ide visszajöttünk, és most mi van? Nem jól csináltam, srácok. Igen, válogatós a telefonom kábelek terén, valamelyikről alapból nem tart.
Jaj, hát amit ilyen, ilyen random boltokba vesztek kábelek, hát azok... Hát, hogy nem úgy működnek. Rossz a lyuk, komolyan, de hát nem ez a... Na várjál. Ez a... Hát ez nem az a hely, ez tényleg, ez az ügyvéd bolt? Hát ez az ügyvédes hely. Valaki elejtett valamit. De ott viszont lehet boxolni. Box! Hey! Na, egy jó bringa. Jaj. Telefon saját márkás kábelje se jó neki? Nekem az mindig jó volt. Hát, akkor azt mondom, hogy a kábel sem mindegy, illetve az adapter sem mindegy, amivel dugjátok. Még egy kis box. Puk. Csicsad! Na! Hogy megállt amúgy az autó? Jól néz ki PC-n? Komolyan, Blade? Battle Rewards List. Ja. Hát figyelj, biztos nem könnyű, biztos nem könnyű egyébként a kontrolleres világba belecsöppenni, Romex. A PC gaminghez tervezed, akkor készülj fel arra, hogy a legtöbb játék az Xbox kontrollerrel fog jól működni. Én PS-t használok és Xboxot kb. Sose használtam, de én használok hozzá egy alkalmazást is, aminek az a neve, hogy DS4 Windows, meg még sok ilyen más alkalmazás van. És ez azért jó, azért hasznos, mert mindegy, hogy a játékot honnan futtatod, a kontroller működni fog. De Steamnek, Uplaynek, Epicnek már van támogatása, jól tudom. Nem jó. Imádod ebben a játékban a bunyót? Nekem is nagyon tetszik. Na. Hogy vegyem a gagyit, a kínaiból rendelt 100 forint... Micsoda? Hogy vegyem a gagyit, a kínaiból rendelt 100 forintos kábelről előbb működik, mint a gyári töltő puszkábel. Kínából a 100 forintos... Hát én azt bele nem dugnám a telefonomba. Box! Na várjál. Na de várjál már! Várjál már! Nyugi, keresek egy bringát, azt mindjárt mehet a box. Na, mehet. Gyere. Ne, letette! Ó, pedig ezzel kivégzést kellett volna csinálni. Na! Szerintem lebuktunk. Na gyere! Na mi van?
édes Isten, nehogy azt mondjátok, srácok, hogy minden egyes tárgy, amit föl lehet venni a földre, az külön kivégzést csináltak. Pedig ide, beszarás. Nanda jó? Puk, puk! Hey! Mi? Uff! Seki! A seki! Na, tehát... Nem ez! Ez nem az! Istenem, hát nyughass! Ne! Nehogy agyon csapd! Ne! Jövök! Édes Istenem! Hát ez rohadt jó. Amúgy nyugi, szemez. Még mielőtt azt hinnéd, hogy ilyen izé, snob vagyok. Én is AliExpress-ről rendeltem rengeteg kábelt. Töltőkábelt. Még a pokofonomhoz. Na. Az helyzet, szerintem már kinyírtuk az összes ellenséget. Hát konkrétan... Tönkretesszük a jakuzáknak itt a... munkáját. Nandai, ó! Édes Istenem! Hát ez nagyon jó. Ez egyszerűen nagyon jó. Akiknek tetszik a bunyó ebben, annak mindenképp ki kell próbálni a Yakuza 0-át. Ott nagyon epic a fightok és egyszerűbb a sztori is. Akkor lehet nekem a Yakuza 0 való. Nem amúgy. Igazából szeretem a story reach játékokat. Na gyere! Az a kérdés, mit lehet itt megfogni? Várjál, haver. Bringát már néztünk. Jó, azt is néztük. Szegény. Mi ez az SP egyébként? Ja, hogy milyen ilyen izéket, animációkat csinálunk? Vagy move-okat csinálunk egy fight-ba? Skill pont. Hey! Na várjál. És más lett a muzsika, hogy style-t váltottam. És itt mások is ilyenkor a kivégzések style-váltás esetén. A nevem SP. Tehát akkor valószínűleg szféra karcoló Péter. Na! Na várjál, én itt... legyeztem egy kicsit. Oda néz! Pedig nem így terveztem. Minél jobban harcolsz, annál többet szerzel. Ah, hát akkor... Ha!
oda néz. Jó, játszunk tovább. Szóval, Yagami Detective Agency. Szia, Leslie. Mindjárt folytatjuk, srácok. Azt mondja, hogy telefon. Skill. Stat. Bronze rank. Hát 4300 SP-nk van most. HP boost jöhet. Ability. Leap, frog, strike. Tehát miután átugrunk valakin, utána tudunk támadni. Wall strike, aha. Csökkenti a sebzést, hogyha magasról pottyanunk le. 5000 SP? Tiger. Quick step blow. Triple finisher. Wow. Jó, ez a tigris stílus az, ami nekem tetszik. Bár így első között semmi olyat nem látok, amit úgy szívesen kiraknék. Mondjuk a rollt, azt mondjuk szívesen kirakom. Meg kirakjuk ezeket az olcsókat. Nyomni kell még egy kis boxt. Box, ott egy kis box. Jó, mehet a bringa. Na, box. Várjál, ne, aj, basszus. Ez csak 60 SP lett, srácok. Na jó, tehát Yagami Detective Agency. Azt hiszem megtanultam használni a térképet. Colby. Japánban is ismerik a kolbász, srácok. Már megint itt vagytok? Nem tanultak. Na. Na hát, ilyennel még úgyse volt eddig kivégzésünk. Ja, itt még vannak ellenségek, de kár, hogy belép kell kötnöm. Na, mit lehet itt megfogni? Tessék. Mi volt ez, ami kuka? Szevasz! Hoppá, azt néz, miket tudok. Na gyere! Hi-hi! Jaj, nagyon jók ezek a kivégzések, srácok. Nagyon élvezem. Ajaj.
Nézzétek, egy Sega bolt. Na jó. 10 yen bekerül. Hát persze, hogy a harcoló viperákokat kipróbáljuk. Ezek tényleg Sega játékok, srácok. Valószínűleg amúgy igen. Tehát be kell helyezni a pénzt. Én behelyezem. Tessék. Nem vágom amúgy ezt, ezt mi lehetett nyomni, srácok. Ja, hát amúgy hülye volt a kérdés. Tehát, hogy ezek arcade gémek, igen. Oda néz. Hát mindjárt inas barak. Ja, hát spammelünk egy gombot. Általában ez beszokott válni a Mortal Kombatba is. Oda néz. Túl könnyű. Na, persze. Persze. De hát nem is maradt HP-ja. Milyen izé? Csicska lángost kapott. Mi? Még van tovább? Jó, hát... De ő milyen mozgásokat tud már? Hé! Hey! Hagyjuk már! Hagyjuk már! Micsoda! Jó, hát nem érdekli senkit se ez a ripé... Na. De hát ő hogy tud ilyeneket? És én hogy tudok ilyeneket? Hát eddig... Aszta! Hát ez nem is én vagyok egyszerűen. Én vagyok a lila amúgy. Nem jó. De hát micsoda! Micsoda! Full csalás volt. Jó, most mehet egy másik karakterrel. Aj. Betettem, srácok. Betettem. Jó, akkor maradunk ezzel a karakterrel. De hát ő miért tud megfogni egyáltalán? Hát ő még védekez. Jó, hát ilyeneket... Na nézzük meg még egyszer. Aha. 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 Na gyere! Nézd! Nézd! Ilyeneket tudok! Hoppá! Na mi van? Ja, most mi? Azt mondom, mi van, azt inasba rakott a bot? Jó, lúz, dehogy is. Hát ez nagyon durva volt. Na jó, hát akkor nem analógot használunk, mert analógot a nubok használnak akkor ezek szerint. Értem! Jó, hát egyértelmű, hogy az a gond, hogy... valami. Oda néz! Persze. Nézd, én is tudok ilyeneket. Ez hihetetlen. Jó, most. Na most csapd a gyó. De hát micsoda? Jó, ezt nem lehet annyiba hagyni. El kell verni.
A zöld ruhás nőnek pusztulnia kell. Persze. Oké, arrébb tudtam menni. Lehet valahogy védekezni. Milyen pörgőforgó? Hagyjuk már! Mi? Full kamó. Persze. Time over? Ja, jó. Ilyen sokáig tudtam húzni. Oda néz. Gyakorlatilag a B-t kell spammelni, és akkor jó lesz. Oké. Okay. Na végre. Jó, igen. Nem jó. Na. Ezt nem tudom, hogy ott csináltam, de... Oh, nagyon jó! Nagyon jó. Jó, itt most már hagyjuk, hogy hadd verjen el minket. Még deszkája is van át, tehát ez csalás. Azt nézd, hát én is tudtam ilyet. Értem. Nézzétek meg. Keri. Hogy? Jó, hát ez brutalitás, srácok. Értem. Értem. Jó. Na! Vége! Jaj, de kár. Jaj, de kár. Game over? Aj. Mi? De nem akarok, én ki akarok lépni, hagyjál béke. Aha, a harcos vipera még egy. Fantázia zóna, tehát. Mert egy kis fantázia zónázás. Aha, igen, biztos, mert. Y, azt kerestem. Aha. Jó. Jó, belezoomoltam, srácok. Mindjárt meg lesz, srácok. Szerintem ütköztünk. Gyors kör volt. Jézus. Piu, piu, piu. Oké. Okay. De ezek már nagyon sokan vannak, srácok. Opa. Nagyon kapják, srácok. Azt a rat.
Double kill! Jól játszom amúgy ezt a játékot, srácok? Én nem tudom, hogy kell ennyi mindent dodzsolni. Megy fel a pont, igen. Semmi gond, betesszük a következő érmét. Persze, az én vagyok, Matt. Na. Á! Édes Istenem, hát lehet így is lőni. Ne! Ne! Ilyen gyorsan. Srácokat, hogy haladtok meg ilyen gyorsan? Na, hát most már sokkal jobban ment, srácok, csak felfedeztük, hogy lehet lőni. Csak nem dodzsoltam. Na majd most, srácok. Most jó lesz. Na. Gyere ide, shop! Oda nézzetek. Ezek a PS5 exkluzív játékok furák, azt innét jobb grafikával rendelkeznek. Mi? Big Wings. Jet Engine. Big Wings. Exit. Please select. Mi van? Nem tudom, valamit kiválasztottam, srácok. Kire van a legjobb Elite Skin R6-ba? Mint a Fuse. Hihetetlen! Ne! Majdnem rank 1-ek lettünk, 100 pont ilyen. Igen. Ah, shit. Jó, ezt meg kell dönteni, srácok. Hát az tehát hogy elsők lehetnénk. Értetek, elsők. Ezt le kell hozni. Jaj.
Nagyon fókuszan, srácok. Azért egy hajóval 11.000 pont, srácok. Jó, megvan a rekord. Most már bármikor meghaladunk. Konkrétan rám szállt a shop. Persze. The Jet Engine. Az úgy jó lesz. Elvileg akkor ezek szerint lehet ilyen... Az igen, milyen gyorsak vagyunk. Ezek már lőnek. Ne, és oda lett a Jet Engine-em. Nagyon jó. Izé, amúgy kéne XP-sám, amúgy, csak mondom. Jajajajajaj, majdnem letoltak. Ja. Jézusom. Hát nekem jön. Csaló. 18.700 pont, srácok. Első. Nekem ez... megfelel. Csak ki kéne lépnünk. Köszi a követéseket egyébként, srácok. Oda néz. Oda néz. Tehát YB a X. Aha. Ja. Jó. Mert. Perfect KO! Na. Ott is van! Volt-e valami, amit hiányoltam az Androidból? Most így visszaálltottam az iOS-re? Jajaj. Hát én használtam olyan progit. Na. Hey! Hey! Amivel így a Google...
amivel így leszinkeltem egy mappát a Google Drive-omról, és azt például hiányoltam azt az alkalmazást, de hát ez olyan dolog, hogy azt most megcsinálom az androidos telefonomról. Hihetetlen. Na figyelj, nekem is van ám ilyenem. És akkor most egy... De amúgy meg vagyok elégedve jelenleg az iPhone-nál, abszolút. Márciusban váltottam vissza. Micsoda? Hé! Ezt én csináltam, srácok! Jó. Olyan szonikos támadást is lehet nyomni. Asztorolt, milyeneket csap! Tetszik, hogy szétütjük a pályát. Hihi! Mushroom Hill. Persze! 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 Hát rálépett a lábamra. Hogy volt mersze? Na, most már nincsen több barrierje. Jól van! Hogy tud ilyet csinálni? Ez hihetetlen. Szar, hogy nincs barrier, mi? Hé. Nézd meg. Elsőre. Mindenkit el... Hány enemy van amúgy ebben? Kész. Meg... Ne, azt hittem, hogy... Na, és most Tails! Jól van! Szétszpemeljük, srácok! Jól van! Jól van! Persze, Tails! Ez nem jó, srácok. Jó, hát ő még ugrál, meg ilyenek. És tudok ilyet? Na várjál, Tails. Ok. Ez ilyen shield nélküli végjátszás. Nem jó, nem jó. Nagyon nem jó. Ott is van!
Ott is van srácok, a kettő win. Feng. Hatos stage. Mióta felfedeztem, hogy ilyet is lehet csinálni, azóta minden sokkal könnyebb. Hát konkrétan eddig tartottak a barrierek. Hey, na hey. Jó, de mi ez, hogy ő szétlövöld a srácok? Hát ez full kamu. Ez full kamu, srácok. Hát ne haragudjatok, de ez full kamu. Hát akkor én is szétszpemelem. Na tessék! Na tessék! Na mi van? Na mi van? Na. Nem jó. Ott is van. Amúgy szoros volt. Nagyon szoros volt, de szétszpemeltük. Bean. Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez hány stage-es lehet. Nagy a baj. De ők hogy tudnak ilyen menő ízéket csinálni? Én bombával is ledob. Nokkolta magát! De hát mi ez? De mi ez? Hát szí... Jó, hát ő is ugyanúgy szétszpemelt, ahogy én eddig őket. Na jó. Nézzünk. Egyszer nem lehet mit csinálni. Megvan a nemezisünk, srácok. Jó lúz, ez nem állt. Persze, hogy folytatjuk. Érted? Hát, hogy rám levágott egy ilyet. Miközben dobálja. A bombát. Adjam a bombáidat. Na végre. Hagyjuk! Full kamu. Jó. Ez riski volt, de... De idegesítő, srácok. Persze, hogy folytatjuk. Türelmesnek kell lenni. Na végre!
Hey. Ott is van, srácok! Ha jól látom, az utolsó stage jön, a 8-as. Saját magam ellen fogok játszani. Ott volt Robotnyik. A fekete Sonic sokkal jobbnak tűnik. Elvileg akkor én is tudtam volna ilyet csinálni. Most legalább meg tudjátok nézni, miket lehet egyébként a Sonic-kal csinálni. Káó! Utolsó másodpercben. Jó. És ott is van! És ott is van! Na? Ki ez a srác, srácok? Ki ez a srác? Hogy micsoda? Hogy micsoda? Még mindig van tovább. Mi ez a robot Sonic? Metal Sonic, srácok. Jézusom, a Metal Sonic miket tud. Hát én esküszöm, azt hittem, hogy vége. Ne! Nézd meg, lecsalja. Jó. De hát a Metal Sonic tud ilyen trükkös mozdulatokat, én meg nem tudok semmit. Pedig nem is Jon Snow vagyok. De mi? Mik ezek a mozgások? És ott is van. És ott is van. Na mi van? Ott van. Robotnyik személyesen. Wow. Érted? Robotnyikat 15 szek alatt kell elverni. Szétszpemeljük! K.O. Rank up! Hold the line! This Hamlet shall not fall. Ne szállj! Köszi szépen a rédet, üdv minden kedves pingvinnek. Hello, hello! Sziasztok, Mizu! Éppen most játszottuk végig a Sonicos minigémet a Lost Judgmentben. Mi ott játszottatok? Ki és... ki, illetve szétpergetve. Nem. Tehát, hogy nem hagytuk magunkat. Outer Wilds volt? Ó! És már vége? Hol tartnál száj? Ja, hogy befejezted? Na! És akkor ezek szerint jó volt? Jó volt, Nessai? Tetszett? Véget ért, aha. Suzuki. Suzuki volt a producer. Ott van.
Hát konkrétan a robotnyik nem tudott mit csinálni, annyira jók voltunk. After credit. Ez egységében jó volt? Na, tök jó. Most el kell neveznem magam? Y. Vagy L. Lajos. Y. Igen. Jó, megcsináljuk, srácok. Biztos nem lesz nehéz. Yeah. A. End. Endiel. Igen, és az Endielt szeretném. Szia, a második. Szevasztok, srácok. Ott van. Tehát sokkal jobb voltam, mint a többiek. És ez nem azt jelenti, hogy béna voltam, hanem az, hogy vége a játéknak. Hát ez jó volt. Ez jó volt. Final Showdown. Na jó van. Ne sziasatok, hogy itt még van. Virtua Fighter 5. Ez olyan, mint hogyha Street Fighter lenne, nem? Hát csak ki kéne próbálni ezt is, ha már itt van. Virtua Fighter 5 Final Showdown. Mert amúgy, igen, LTLB, itt lehet nyomkodni mindent, jó. Majd megjegyzem. Wow! Én sosem játszottam ilyen árkád jellegű játékokkal. Alien, igen, Kage, Aoi, Leifei, Shara, Vanessa, Brad, Wolf. Túl sok a lehetőség. Hát ő biztos jó, ez a Shundi, ez biztos egy jó karakter. Na, a teraszon fogunk játszani a kerítésnél. Na! Micsoda hangok vannak amúgy. Na, hát így elég jól ment egyébként. Még az ablakot is betöltem. Nagyon tetszik, hogy így rombolódik a pálya. Azt nézd, miket tudok. Hát egy speciális bónusz. Hát igen. Oda nézzetek, hogy nyomom. Aj, na... Azt mondta a bácsi, hogy lyukam. Nem tudom, mit akar a lyukával, de... Ne figyeljetek rá! Na, gyere! Az mi volt? Azt nézd! Hogy ugrált ott a földön? Hey! Hey! Na jó, hát de ő honnan tud ilyeneket egyébként is? És tényleg amúgy megitta a potiát az öreg. Hopp, 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 hopp. Édes Istenem! Hogy ivott egyet abból a szakéból menet közben? Beszarás, szerintem nagyon jó karaktert választottam. Azt nézd, micsoda grafika.
RTX-be figyelt, amúgy csak mondom. Micsoda a saját magam ellen? Jó, de hát ő biztos jobban játszik. Hopp, 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 hopp. Ez tényleg egy létező játék, a Virtual Fighter? Az mi volt ott? Rángassam az analógot? Az ötödik rész 2005-ös, de az évek alatt többször kiadták újra. Ez a verzió, amit van a 2021-es. Wow! Hey! Ez a kedvencem, srácok, amikor az egy gomb spam, az nyer. Igen, megcsináltuk magunkat. Azt néz, milyen szépen tükröződik a víz. Nagyon foltos a feje, srácok. Hé! Az öreg úrral hogy mersz így bánni? Ha? Ajaj, várjál. Azt mondja, hogy rángassam az analógot. Hé, na. Nem jó. Micsoda, elvertek. Jó, hát ez senkit nem érdekel, hogy hogy ver el. Na, hé. Lehet, hogy kell nyomni most már más gombot is? Hát srácok, inasba raktak. Jó van, you lose. Persze, hogy folytatjuk. Beteszem még egyszer. Na majd most. Lájfej. Hájfej. De micsoda? Hagyjuk már! Hagyjuk már! Na majd most. De hát... Jó, hát ez nem ért. Bejelzzük még egyszer. Ezt meg kell csinálni, srácok. Meg kell csinálni. Na nézzük. Ott is van! Ezt már végignézhetjük. Hé! Ott is van! Hopp! Na mi van? Na mi van, lájfej? Kapta a bogzat, srácok. Elsőre. Ahogy az öreg is mondja. Most megyünk a nagy falra. 16x16-os a nagy fal. Elsőre. Jaj, beteg a bácsi. Lau. Hey!
Na, hé! Hé! Szí! Én is azt mondom! Szívd ki! Jó, hát egy kis előny. Ez már túl sok előny. Jó, ez már nagyon sok lesz. Tessék! Látjátok? Ott van. Nem jó. Ő hogy tud ilyeneket csinálni? Volt öt szakém, de azzal mit lehet amúgy csinálni? Egyébként, vajon? Amúgy valószínűleg el lehet nyomni azt a titkos gombot. Titkos gomb. Srácok, a szakénk van, majd ki kell próbálni. Jó, hadd szóljon. Na. De hát, ő sokkal jobban csinálja. De, jó, hát ez csalás volt. Saki az csak damage boost, igen? Aha, persze. Persze még! Táncol egyet, srácok! Táncolt egyet a torkomon! Jó, hát... Persze! Nem. Na gyere! De hát mindet levédi. Pedig olyan közel volt. Miért? Hogyha nem lehet ezeket PC-n játszani, Zakika? Ez csak PS-re van? Ezek szerint? Ne! Látom, ott van. Ott az ötös szaké. Nem jó. De hát beindult. Oké, siker. Azt mondta valaki, ki is mondta? Gyerecske azt mondta, hogy neki ez meg van PS3-on. De hát, hagyjuk már. Ne. Ott is van, easy. Túl könnyű volt, ugye? Aoi Umenokoi a szentélyben. Tisztán jó kopi, srácok. De hát még el se kezdődött. Hát az időseknek meg kéne adni a tiszteletet. Lehet valahogy ilyen védekezéseket nyomni a kis hölgy ellen? Amúgy, szerintetek? Húj! Na.
halált. Jó, ez a beetetés volt, srácok. Ahogy azt higgyétek. Ha mindent levéd, ott van. Nem tudom, mi a rosszabb, a vén emberek nőket vernek, vagy ha a nők véd embereket. Jogos a kérdés, csap-csap. Erre nem lehet egyértelműen válaszolni. Azt láttátok, milyen BM volt az öreg ember? A végén leült. Láttátok? Full BM. Mondom, még a seggét is csapkodja. Akira Yuki. Na, a szobroknál. Szerintetek hány stage van? Jól van, hát hagyjuk, már rögtön fél HP-zott. Megittam a szakémat, most már jó lesz, fiatalember, most már jó lesz. Húj! Hagyjuk már! A hány karakter? Hát akkor ez egy nagyon hosszú játék lesz. Jó, még ezt a fiatalembert itt inasba rakjuk, megmutatjuk neki, hogy hogyan kell nyomni a karatésdit. Azt utána megmondjuk, hogy viszlát. Hé! Hey! Szétszpemel. Tessék. Jó van. Láttátok úgy is, hogy mennyire jó voltam. Húj! Hát mindent levéd. Jó, hát én ilyen mozgásokat nem csinálok. Ilyen szuper move-ok, hagyjál már. Nem akarok nyomni. Csak azért nem csinálom. Tessék. Fiatal ember itt nyomja a szuper move-okat. Öreg ember meg csak a szakéját issza. Bónusz stage. Ez akkor már az utolsó. Ott napfogyatkozás. Hát hogyha ez az utolsó, akkor csak meg kell csinálni a krómozott nő személy ellen. Durális, az a neve. Hát ő máshogy szól. Máshogy szól a teste, amikor rácsapok egyet. Ezt már szeretem. Hé! Hey! Állj már le! Hát szétszpemel, mint amit egyébként én csinálnék. Jó. Előny megadva. Jó, hát azért ennyi előny nem kell neki. Jó, de hát ő miből van egy... Jó. Ennyi? Srácok, kijátszottuk. Azt mondta a fura alak, hogy inkább feladja. Tehát, hogy lehet, hogy elvert engem, de vén emberek ellen inkább feladja. Hát speedrunoltunk 2 minigémet is. Most már csak a Lost Judgmentet kéne.
Ez jó volt. Srácok, egyébként önmagában a játék, bár hát még mondhatni el se kezdtük a Lost Judgment-et, tetszetős. Tehát az, hogy minden egyes cuccra, amit felveszünk a földön, külön kivégzésen, az szimpatikus. A kígyó stance még kisebb próbáltuk, de a többi az így elég jó volt, a tigris. A tigris nekem nagyon adta, ez az agresszív stance. Nagyon király volt a verekedés benne, és nagyon király volt az is, ahogy üldözni lehetett a másikat, amikor a lopakodós rész volt. Tetszik, hogy minden ilyen kis kalandosra, játékosra volt megcsinálva a játékban. Nagyon tetszett az, hogy megcsinálták a stealth-et benne, a harcot benne. És tényleg, még csak el se kezdtük. Ez tetszett nagyon, srácok. Nem tudom, ti hogy vagytok. De ez a Lost Judgment egyelőre tényleg így, hogy még alig kezdtünk bele, tök jó. Szimpatikus volt. Még gyorsan itt elverünk pár gonosz arcot. Box! Na, várjál. Francba. Nem ezzel akartam. Valami jó. Aha. Nézzétek, csak oda lehet menni, és egy bringával agyon kéne őket csapni. Hoppá. Érdekes? Hihihi! Nagyon jó. Még ott vannak, srácok. Kaptáskák! Jó, még keresünk. Ez egyszerűen túl jó. Ez egyszerűen túl jó, srácok. Szia, Omasz. Jó, jött a bringa. Azt hittem, hogy itt a pálya vége. Még tuti vannak itt, srácok. Rossz arcok. Felrúgta és nekirúgta a fekvő ellenfélnek a bringát. Így van. Én ennyire kemény vagyok. Huk! Hey! Sha! Még egy kivégzést. Még egy kivégzést hadd lássak. Great.
Na hát, ilyennel még úgyse volt kivégzésünk. Ne! Ez ugyanolyan, mint a bringa. Na jó, most egy kicsit csalódtam. Úgyhogy keresünk még ellenfeleket. Ez lesz az utolsó esküszöm. Bogs! Bogs! Jó, ez stance váltás. Ó, kék lett a lábam. Nyomtam a daruba. Jól van. Tehát, save. Jó, és akkor... Így kell kilépni. Így van. A mai streamben ez lesz az utolsó félmondat elhangzása végtelenhez. Nem, srácok. Itt hagyjuk abba a játékot, és nagyon szépen köszönöm a hazai forgalmazónak, a Cenegának, hogy meg tudtam nektek ezt mutatni. Azt hiszem már sejtem, hogy kezdem kapizsgálni, de még nem sejtem, hogy miről beszélnek azok, akik azt mondják, hogy hú, a Yakuzák, hú, a Judgment az milyen jó. Ez milyen jó játék, milyen jó sorozat. Nem tudom, hogy nekem ezekre bármikor is lesz-e időm, hogy ilyenekkel játszak. Lehet, hogy majd kell szakítani rá jó pár órát. De egyszer jó lenne egy Judgmentet vagy egy Yakuzát végigjátszani. Szimpatikus. Ám bár tőlem eddig idegen volt ez a széria. De a látottak alapján ajánlani tudom, aki így akar hallani egy jó történetet, szerintem a Yakuzák, illetve a Judgmentek, azok így hozzák a színvonalat.